Ez a videó egy készségtanár által készült, aki Japánban egy kis faluban él. Minimalistának vallja magát, és most nyolc kis japán szokást oszt meg velünk, amelyel jobbá és boldogabbá tehetjük életünket. Ezek a kis apró szokások nagy hatással lehetnek ránk, és könnyen beilleszthetők az ember mindennapjaiba. Első Tisztítsd ki a WC-t Lehet, hogy most azt gondolod, hogy ezt most miért? Durva, igen, tudom, de valójában Japánban azt mondják, hogy a WC-tisztítás a nagyszerű szokás, az, ami sikeressé teszi az életed. Sőt, sok japán sikerembernek napi szokása a WC-tisztítás. Például Konosuke Matsushita, a Panasonic alapítója, Takeshi Kitánó filmrendező és színész, vagy Szóikoró Honda, a Honda alapítója. Mind azt mondták, hogy a WC tisztítása nagyon fontos volt a sikerük eléréséhez. Nos, miért olyan fontos ez a szokás számukra? Azt hiszem három oka van ennek. Az első, hogy szerencsés legyél különösen a pénzügyek terén és a fengsúlyi világában is van egy hiedelem, hogy a WC tisztítás a szerencsét hoz. Ha hajlandó vagy gyakran takarítani a WC-t, amit az emberek általában nem szeretnek, akkor az elméd is megtisztul, és valószínűleg ez növelheti a szerencsédet. Japánban van egy WC-isten, Ususama Mio, aki gazdasági sikert hoz. Egy érdekes tanulmány készült ezzel kapcsolatban. A Lion Corporation felmérése szerint a háztartások éves jövedelme közötti különbség egy tiszta wc rendelkező és egy piszkos wc rendelkező ház között 7000 dollár. 490, 20 és 39 éves férfi és nő között készült a felmérés. Vicces nem igaz. Azt is megállapították, hogy a vécét következetesen takarító háztartások általában inkább társaság kedvelők, és talán ezért értékelik őket jobban a munkahelyükön. Foglalkozz magaddal. Alázatos legyél. Az emberek azt is mondják, hogy ha folyamatosan takarítod a WC-t, akkor alázatos leszel. Az egyik vezető japán WC-tisztító, Sárga Kalap alapítója, amikor megalapította a cégét, 28 éves volt, és egyedül kezdte el tisztítani a cég WC-t. Azóta 53 éve folytatja a WC-tisztítást. Azt hiszem, ő a wc tényleges istene. Egyébként azt mondta, hogy több ezer embert látott WC-t tisztítani, és mindenki alázatos lesz, amikor a WC-t tisztítja és az alázata tükröződik a munka kapcsolataiban is. Legyél képes megszervezni a munkát, úgy alakítsd a helyiséget. Ez olyasmi, amin mostanában elgondolkodtam. Az, hogy a vécék általában fehérek, azt gondolhatod, hogy a WC tiszta. De aztán észreveszed a kis voltokat, ha közelebbről megnézed. Más képes vagy könnyebben észrevenni rajta a szennyeződéseket. És ekkor elkezded jobban észrevenni a szemetet és egyéb dolgokat a padlón, a szobádban is. Elkezdesz több mindent átalakítani, átszervezni, így a szobád is idővel tisztább lesz. Én általában minden reggel kitakarítom a vécét. Ha reggel kitakarítod, akkor jó érzés lesz egész nap a tiszta vécét használni, és frissnek érzed magad reggelente. Először azt gondolhatod, hogy nem szívesen teszed, de ha minden nap kitakarítod a vécét, akkor tényleg jó érzésed lesz. Idővel észreveheted, hogy hogyan gondolkodsz erről. Ezért nagyon ajánlom, hogy tedd meg. Második. Rendszerezd a cipőidet. Amikor leteszed a cipőid, ragd egymás mellé őket szépen és rendezetten. Ez egy olyan szokás, amivel anyám kiskorom óta nyaggat. Szóval, mi az előnye annak, ha rendezetten rakod le a cipődet? Nézd meg a különbséget, ha rendetlenül hagyod őket, vagy ha jól rendezettek. Mit gondolsz? Lehet, hogy azt gondolod, amikor a rendezettet szemléled, jobban érzed magad. Igaz. Ezért teszem mindig így le őket. Mindig ezt csinálom, és azt gondolom, rendben van. Ma is ezt tettem. Én is úgy érzem, hogy ezeknek az apró szokásoknak a megtartása az önmegerősítéshez is kapcsolódik. De ez maradjon csak kettőnk között. Harmadik. Javítsd a testtartásodat! Az ősi japán gondolkodásmód szerint a testtartás javítása a gondolkodásmódot is javítja. A japán embereknek a régi időben jó volt a testtartásuk, vagyis inkább nem kellett nagyon odafigyelni a testtartásukra, amikor kimonót viseltek mert amikor kimonót viselsz, az obi őv segít egyenesen állni, így a kimonó viselése természetes módon javítja a testtartást. Sajnos manapság sok japán hajlamos a görnyed testtartásra, mivel túl sokat használja a számítógépet, nézi az okos telefont. Velem is ez történt. Ezért minél többet próbálok kimonót viselni, és egyenesen állni. Negyedik. Itadakimasu. Ha láttál már japán animét, biztos vagyok benne, hogy legalább egyszer hallottad már ezt a szót. A japán emberek mindig ezt mondják evés előtt. Vagy magukban kántálják. Lefordítva ez azt jelenti, hogy köszönöm az ételt, de valójában két mély jelentése van. Először is Szeretném megköszönni mindazoknak, akik segítettek ebben az étkezésben. Ekkor hálánkat fejezzük ki mindenkinek, aki részt vett ebben. Beleértve akik elkészítik, felszolgálják az ételt, és még azokat is, akik termesztették a hozzávalókat. Másodszor, hálát adunk az életért. A japánok hisznek abban, hogy a húsnak és a halnak, valamint a zöldségeknek és a gyümölcsöknek életük van. Ezért hálásak vagyunk minden összetevőért. Ekkor arra gondolunk, hogy az életedet az én életemre változtatom. Ami az ételt illeti, őszintén szólva nem zavar, hogy mindent megeszünk, ám még az étel nem számít, hogy épp mit teszünk, soha nem szabad elfelejtenünk, hogy hálásak legyünk mindezért. Ötödik. Mindig tedd vissza a helyére a széket, használat után. Ismerett sohely után itt a híres nagypályás játékost. Nagyszerű válasza volt egy cselekedetre, amit egy korábbi interjúban tett, és pedig rendesen visszatette a székét a helyére. Nem mindenki csinálja ezt, de sok japán visszateszi a székét, amikor befejezi a használatát. Azt hiszem ez azért van, mert a japán emberek szokása általában mások érzéseire gondolni. Néha azért van, hogy belefáradunk a túl sok odafigyelésbe. Például az étteremben, ha visszaigazítod a széket, könnyebb lesz a takarítóknak. Vagy bárhol máshol. Ha visszateszed a széket, a személyzet hálás lesz ezért. Ez tényleg apró dolog, de ha azt gondolhatod, hogy segítesz vele valakinek, boldogabb leszel. Hatodik. Vertadett rúvó síru. Ez a kedvenc szavam, és a japán ételek úgy gondolom boldogok, hogy van ez a szellem, minden bizonya a kivétel nélkül. Ver, én, tada, egyszerűen, taru, ami elég, siru, tudom. Kicsit hosszabban kifejtve, annak ismerete, hogy ez elégedettséget békét hoz a fájdalmadba. Saját szavaimmal, ha azt nézed, amit nincs, akkor elégedetlen leszel az életeddel. De ha azt nézed, amit már van, akkor jobban tudod azt értékelni. Jó, ezt néha nehéz hallani. Például boldogtalannak érezheted magad, mert nincs pénzed, hogy megvehessd amit szeretnél, vagy ha nem egészséges a tested. De legalább van szemed, hogy megnézd ezt a videót, és füled, hogy meghallgasd a hangomat. Nektek is van okos telefonotok és számítógépetek, amivel megnézhetitek a videóimat, ugye? Lehet, hogy most itt beteg vagy, és fájdalom lüktet benned, és életben tart. Most ahelyett, hogy azt néznéd, hogy mi nincs, azonnal boldognak érezheted magad, ha azt nézed, hogy mi van most. Ezt mondtam, de néha én is azt látom, hogy mi nincs. Ezért igyekszem minél inkább tudatában lenni annak, hogy mi van most. Még mindig dolgozom rajta, úgyhogy fejlődjünk együtt. Igen. 7. Okágeszama Japánban néha ezt a beszélgetést folytatjuk. Hogy vagy? Okágeszama jól vagyok. De ez Japánban egyedülálló kifejezés nem igazán fordítható le. Ha le kellene fordítani, valószínűleg azt jelenteni, hogy köszönöm neked. Azonban van egy mélyebb jelentése is. Ha azt mondom, okage ez azt jelenti, hogy nem csak neked köszönöm, hanem az előttem álló személynek, de a körülöttem lévő barátoknak is, még olyanoknak is, akikkel soha nem találkoztam. Tehát, okagesama, jól vagyok, valami olyasmit jelent, hogy így okagesama, de jól vagyok, mert sokan vannak, akik mindig támogatnak engem. Az okagesama varázslatos kifejezés, amitől nagyon alázatosnak érezheted magad, ha csak használod. Ezért kérlek, próbáld meg minden nap használni. Hogy vagy? Okagesama de jól vagyok. Hey. Nyolcadik. Korán lefeküdni és korán felkelni. Nos, ezt minden japán embernek mondták a szülei, amikor még kicsik voltak. És ez nagyon egyszerű szokás, de óriási hatással van az életedre. Ezt már tudod, ugye? A mai elfoglalt japán társadalomban talán kevesebb olyan ember van, aki ezt a szokást követi, ám a japánok régóta nagyra értékelik ezt a szokást, hogy Korán kelnek és mennek, mert a japán emberek a múltban minden reggel imádták a napot. Mindig a nap imádatával kezdték a reggelt, és köszönetet mondtak, hogy mindig figyel ránk. Amikor először tanultam róla, azt gondoltam, hogy ez egy csodálatos szokás. Csak képzeld el, hogy reggelente a tested a nap friss fényében fürdik, ami fokozatosan átmelegít és mosolyogni kezdesz, és boldognak érzed magad. Ezért minden reggel öt órakor kelek fel, és megpróbálom magamba szívni a friss reggeli napfényt, és minden nap így a legjobb a reggelt kezdeni. Ha négy órakor próbálnék felkelni, még nincs napfény. Van hasonló szokásod? Szerintem ez országtól és személytől függ. De ha be akarod vezetni az életedbe, akkor már most elkezdheted, mert vannak apró változások. Végül adok egy tanácsot. Ha valamit szokásoddá akarsz tenni, kezd el egy kis lépéssel, és mondogasd minden nap. Csak ma tegyük meg, aztán idővel ez lesz a szokásunk és a jövőnk. Én sem vagyok tökéletes, de igyekszem apránként beépíteni ezeket az életembe. Köszönöm, hogy mindig nézitek a csatornámat. Okega okay, számadé Köszönöm. Fordította és felolvasta Korek Mária. Köszönöm a meghallgatást!